Gyors korcsolya versennyel, műkorcsolya bemutatóval és szabad korcsolyázással örültek a télnek Csíkszeredában. Az egykori gyors korcsolya pályát idén második alkalommal üzemelték be a sportklub munkatársai és a jeges sportok szerelmesei. Így biztatták versenyző edzőjüket a gyerekek. Nem volt hiába való. Szőcs Renáta, a Csíkszeredai Sportklub rövidpályás gyorskorcsolya edzője, a dobogó legmagasabb fokára állhatott a Masters kategóriában. Szerintem ez volt az első, hogy ilyen versenyformában láttak engem korcsolyázni. Nagyon jó érzés volt, hogy ott voltak, támogattak, szurkoltak. Nekem szerintem nekem volt a legnagyobb szurkolótáborom. Nagyon boldog vagyok. A versenyvégi díjazáson Novák Károly Eduárd sportminiszter akasztotta a díjakat a versenyzők nyakába, a Brassóból, Karcfalváról, Kolozsvárról érkező csapatok és a helyi szülők szurkolása közepette. Nagyon jó volt, örültem, hogy végre meg tudtuk szervezni ezt a versenyt, és örülök, hogy ennyien eljöttek. És az eredmény? Hát annak is nagyon örülök. A versenyszámok végén a műkorcsolya szakosztály kis versenyzői tartottak bemutatót. Vannak, akik még csak óvodások, de már pörögnek a jégen a kis korcsolyáikkal. Mit szeretsz a korcsolyában leginkább? A kadettet. Az nehéz? Kicsit. Hát csak úgy egy fél fordulatot kell csináljak. A sikeres rendezvény további tervekre ad reményt. Tulajdonképpen már ez egy hagyomány, mivel hogy már másodszor rendezzük meg, jövőre pedig szeretnénk egy harmadik kupát szervezni, vagy talán az országos bajnokságot is, ha az idő megengedi. A gyermekek és fiatalok nagy örömére ingyenes szabad korcsolyázással zárult a jégünnep Csíkszeredában. Ezen bárki kipróbálhatta, hogy mennyire felejtett el korcsolyázni az elmúlt években.